Hogyan távolítsam el a kullancsot az állatból, mi a legjobb módszer? Sok jó módszer van, egy rossz módszer van, amikor olyan módon manipuláljuk a kullancsot, hogy az ö, kvázi ilyen halál tusában öklendezzen, és ennek következtében az esetlegesen a szervezetében meglévő kórokozót kifezetten provokáljuk, hogy beoltsa az, a, a ö, a szervezet a kutyának a szervezetébe. Tehát semmi olyan módszer nem jó, amely részben mechanikusan összenyomja a potrohát az állatnak, a gulancsnak, mert hiszen ezzel mi magunk injektálhatjuk esetlegesen a fertőzést. A részben pedig mondjuk az olajok, a zsírok, azoknak a fullasztó hatását azért nem tartjuk jó, jó megoldásnak, amit azért sokan javasolnak még ma is hogy kenjük be zsírral, olajjal, hogy megfulladjon a kullancs, ez azért nem jó, mert a halál haláltúsájában öklendezik, és ennek következtében a még benne levő hatóanyagokat, ezeket a fertőző anyagokat, amiről korábban itt beszéltem, ezeket biztonságosan, vagy egészen biztosan be fogja majd oltani, ha volt benne. A jó módszer az olyan, olyan mechanikus eltávolítás, amely... amely azt feltételezi és biztonságosan kizárja annak a lehetőségét, hogy a potrohot megnyomjuk. Tehát erre magyar találmány, büszkén jelentettem, hogy állatorvos kollega találmánya, egy egyszerű mechanikus kis kanál áll rendelkezésre, például, amely, amelynek a fölhelyezése a kullancs és a bőr között és aztán az óramutató járásával való ellentétes irányú kitekerése biztonságosan el tudja távolítani a kullancsot, anélkül, hogy a potroh veszélybe kerülne, tehát megnyomásra sor kerülne. Nem fogjuk beoltani az esetleges fertőzött anyagot a, 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 a szervezetbe, ez egy biztonságos megoldás. Vannak kullancs csipeszek is, amelyek ugyanezt a célt szolgálják, de ezeknek a, a peremük kifejezetten éles, és arra a területre kell felhelyezni, ami közvetlenül a bőr fölötti fej jelent a kullancsnál. Ezt ugyanúgy, ha rácsipeszelünk, akkor az uramutató járásával ellentétesen két fogjuk tudni tekerni, csavarni. Utána egy csepp jóddal magát a pont, azt a pontot, ahonnan kitekertük a kullancsot, azt kezelni kell. Nagyon jó, hogyha úgy szedtük ki, úgy sikerült eltávolítani a kullancsot, hogy megnézve utána mozognak a lábai élő állapotban van, mert az, az biztosítja azt, hogy a manipulációk során, az eltávolításos manipulációk során nem volt haláltúsája, ennek következtében nem fecskendezte be az esetlegesen benne levő kórokozókat, ez egy jó módszer, tehát a mechanikus eltávolítás.